Budapest jövője nem múlhat pártszimpátián vagy önös hatalmi érdeken. Budapest mindenkié a nemzet fővárosa, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a főváros napja alkalmából tartott ünnepségen. A tisztséget október közepétől betöltő politikus hangsúlyozta, a jövő egy zöldebb Budapest lesz. Ha szembe kerül egymással a jelen csillogása és a jövő szempontjai, nekünk mindig a jövőt kell választanunk. Így tehetjük az előttünk álló 5 évben Budapestet Kelet-Közép-Európa legzöldebb, ezáltal legélhetőbb városává. A Budapest 1873-as alapítására emlékező ünnepségen átadták a fővárosi közgyűlés által adományozott Pro Urbe és Budapestért díjakat. Bár a díjazottakat még az előző városvezetés javaslatára szavazták meg, Karácsony Gergely elmondta, a teljesítmény mindig elismerést érdemel és teljes szívvel adja át a díjakat.